A Kecskemét számára indult jól a Magyar Kupa 71. fináléja. A második percben megszerezte a vezetést a lilamezes csapat, Tököli adott be a jobb oldalról, a középen érkező Foxy pedig fejjel vette be Semők Zsolt kapuját 1-0. A folytatásban csapatunk próbált gyorsan válaszolni, az 5. percben Nikolics középre gurított labdáját Polonkai lőtt el ígéretes helyzetben, a játékszer egy védőről vágódott szögletre. A 14. percben aztán a helyzetre góllal felelt a Kecskemét, ismét jobb oldalról jött egy labda, mely utat talált a lábak között a középen berobbanó Foxyhoz, aki a második gólját is megszerezte a meccsen 2-0. A 24. percben Nikolics nem annyira léphetett ki ígéretes helyzetben, 30 méteres emelése azonban elkerülte a KTE kapuját. A folytatásban is csapatunk rohamozott a szépítő találatért. A 32. percben Nikolics eresztett meg egy szép csavarást a hosszú sarok irányába, Ribánszki azonban résen volt és hárítani tudott. Néhány percek később André Alves célozta meg jobb lábbal a másik sarkot, próbálkozása azonban elkerülte a hálót. A második félidő elején aztán összejött a szépítés csapatunknak, André Alves osztott ki néhány esernyőcselt a 16-oson belül, majd a menten igyekvő Csukics saját kapujába terelte a labdát 2-1. A helyzetekben gazdag találkozó 64. percében Licingi lőtt kapura, Semők Zsolt védett, érdekesség, hogy az eset után Tököli és Licingi úgy összeveszett, hogy mindketten sárga lapot kaptak. A másik oldalon Nikolics nem annyira járt közel az egyenlítéshez, egy középre lőtt labdáról néhány centivel maradt le támadónk. A 78. percben Szakály Dénes löketét védte Ribánszki, majd a 79. percben jött a meccs kulcsmomentuma. Nikolics nem annyira lépett volna ki, a partjelző azonban megállította őt lesen, nem biztos, hogy igaza volt ebben a szituációban a partjelzőnek. Úgyhogy az ellentámadásból növelte előnyét a KTE, Ebala adott be a jobb oldalról, a középen berobbanó Foxy pedig harmadik gólját lőtte a meccsen 3-1. Pillanatokon belül jött a válasz, a kecskeméti védelem ügyetlenkedett saját 16-os előtt, Lencse kikaparta Ribánszki elől a labdát, lekészítette azt Nikolicsnak, aki kegyetlenül vágta a léc alá 3-2. Csapatunk az utolsó pillanatokban mindent megtett az egyenlítésért, ez azonban nem sikerült. A vége 3-2, a Magyar Kupa győztes így a KTE Erekó lett.